Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket az Újpesti Közéleti Televízió autós magazinjában, műsorunk tartalmából. Milyen módszerekkel takaríthatunk meg üzemanyagot? Az energiatakarékos autózás technikai eszközei. Új autó tesztünkben a Suzuki SX4 S-Cross-t próbáljuk ki. Újpest veszélyes csomópontjai. A Károly utca, Templom utca kereszteződése. Sztárunk a klubban, Mizsér Attila világbajnököt tusázó. Jön a nyár, sokan kezdenek el utazni, nyaralni. Nem mindegy azonban, hogy mennyi üzemanyag fogy ilyenkor. Mire kell figyelni, hogy takarékosan tudjunk vezetni? Valójában két dolgon is múlik, hogy mennyi üzemanyagot fogyasztunk. Egyrészt a gépkocsi vezetőn, a vezetés technikáján, másrészt pedig nyilván a technikán, a gépkocsiban mi történik a gépkocsival, a felszerelésekre, az abroncsra, a csomagtartóba, a csomagtartón, a tetőcsomagtartón, a lehúzott ablakokkal, stb. Tehát nagyon-nagyon sok mindent kell említeni. Azonban azt gondolom, hogy kezdjük inkább a gépkocsi vezetővel, hogy mire kellene odafigyelni. Az előrelátás, illetőleg inkább úgy mondanám, hogy a defenzív vezetés. Tehát nagyon sokat lehet spórolni akkor, hogyha azt a vezetés technikát alkalmazzuk, hogy egy városi közlekedésen nem feltétlen kell állandóan rá mászni a másik gépkocsira, az elindul, újra gázt kell adnunk, felgyorsítunk, és mire felgyorsítottuk volna, mire sebességet váltunk, addigra újra meg kell állni. Tehát szépen, folyamatos, egyenletes tempóban lehet közlekedni, és nem feltétlen kell fékezni és újra gázt adni. Ha ezt a technikát választjuk, vagy ezt a módot választjuk, akkor bizony nagyon-nagyon sok üzemanyag fogy, és ezeket mind meg lehetne spórolni. Mekkora üzemanyagfogyasztási különbség lehet a két vezetési mód között? 100 kilométeren akár 2 liter is lehet. Tehát persze nyilván attól függ, hogy milyen távolságra megyünk, mekkora távolságot és mennyi időt pazarolunk el mondjuk egy csúcsforgalomban. De sokat lehet spórolni, és hogy egyáltalán milyen technikát használunk a gépkocsiban. Például most már ugye melegszik az idő, szeretünk lehúzott ablakokkal, nagyon sokan mennek úgy, hogy egészen helytelenül, hogy kint a könyök esetleg az egész karja integet közben, megköszöni, át akar menni a másikra, nem az irányjelzőt használja, hanem integet, hogy akkor inkább átmenne a másik sávba. Tehát lehúzott ablakkal közlekedik, és ez bizony többlet energiát jelent, többlet fogyasztást jelent, annál is többet, mint hogyha bekapcsolná a légkondicionáló berendezést. Tehát, ha valaki azt szeretné, hogy kellemes csend legyen a gépkocsiban, ne zavarja a külső zaj, ne jöjjön be a por, ne jöjjön be a gáz, akkor húzza fel az ablakot, kapcsolja be a légkondicionáló berendezést, és még üzemanyagot is spórol. Az autó légellenállása is nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy mennyit fogyaszt, mire kell figyelni még. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen most, ha megyünk mondjuk például a Balatonra, de általában az országutakon, hogy közlekedünk, látjuk, hogy azok a telkesek, idézőjelben, akik most újra leurcolkodnak nyárra és komfortot szeretnének, a hűtőszekrénytől kezdve különböző dobozokig, esetleg ágyakig, látjuk, hogy a tetőcsomagtartón viszi. Ez bizony nagy üzemanyagfogyasztással jár, tehát oda kell figyelni, nyilvánvaló meg kell oldani ennek a szállítását, de igyekezzenek úgy rámolni a tetőcsomagtartóra, hogy az valamiféle áramvonalat vegyen fel, tehát nem feltétlen kell nagy felülettel közlekedni, mert az nagyobb légellenállást és természetesen többlet üzemanyagot jelent. De figyelni kell arra is, hogy mi van a csomagtartóban. Nagyon sokan vagyunk arra hajlamosak, hogy leszereltetjük az abroncsokat, és nagyon sokáig hurcolászunk, majd kitesszük a jövő héten, aztán elfelejtjük, nagyon sokat hurcolászunk a csomagtartóba, minél előbb szabaduljunk meg a súlyoktól, mert például egy 20 kg-os súlyt, ha viszünk bőröndöt, vagy akár egy doboz, vagy szerszámost, vagy egy fűkaszát, vagy bármit a telekre, egy körülbelül 20 kg súly, ez 100 kilométerenként 1 liter üzemanyagot is jelenthet. Mennyire befolyásolják a fogyasztást az elektromos kütyük, különböző zenei lehetszereszközök, számítógép, GPS? Minden bekapcsolt elektronika többlet üzemanyaggal jár. Itt is spórolhatunk. Például a hátsó ablak fűtést, akkor, amikor párás a levegő, ugye ez gyakran le kell nekünk azt olvasztanunk, hogy elpárologjon, de sajnos legtöbb esetben bekapcsolva hagyjuk. Ez nyilván azért egy idő után automatikusan kikapcsol, de sokat takarékoskodhatunk vele, hogyha kikapcsoljuk időben. De ugyanígy
tehetünk a világítással is. Nem feltétlen kell tompított fényszóróval, lehet venni városi világítással, helyzetjelzővel is, ahol természetesen nem lakott területen kívül, de ebben is üzemanyagot takaríthatunk meg. Az előbb említettem a lehúzott ablakokat és a légkondicionáló berendezést, tehát itt is lehet takarékoskodni. De természetesen mindennel, ami fölöslegesen energiát fogyaszt. Sebesség megválasztása. Sokszor találkozunk olyan autópályán, hogy 110-zel, 120-zal döcögnek, hogy minél kevesebbet fogyasszon az autó, és ezért nem veszélytelen. Ahhoz, hogy elérjük az optimális sebességet, amivel szeretnénk közlekedni, itt tulajdonképpen egy helyes technika választásánál és megszokásánál itt takaríthatunk legtöbb üzemanyagot. Tehát nem feltétlen kell nekünk padlóig nyomni a gázt, mikor el akarunk indulni, hanem igen, egy háromnegyed gázzal dinamikusan gyorsuljunk fel, és érjük el minél hamarabb azt a legoptimálisabb utazó sebességet, ami megengedett, és amivel közlekedni szeretnénk. És ezt próbáljuk tartani, amit említettem beszélgetésünk előtt, hogy ne fussunk rá, tehát számítsuk ki, tudjuk, ha lehet, tudjuk, ha ismerjük az útvonalat, tudjuk, hogy ők annál a lámpánál, hogy vált az a lámpa, vagy esetleg egy jobbkezes utcánál le kell lelassítanunk. Tehát ezekre is, hogyha lassítanunk kell, akkor ne menjünk gázzal az utolsó pillanatban, és fékezzük le a gépkocsit, mert a guruló autó fogyaszt a legkevesebbet. Ha ezt megtanuljuk, és ezt betartjuk, akkor tudunk energiatakarékosan vezetni. Kedves nézőink, legutóbb az autó tavaszi átvizsgálásáról beszélgettünk. Most az a kérdés, hogy vajon mire figyeljünk, hogy az autón kevesebbet fogyasszon? Minden műszaki hiba okozhat általában fogyasztás növekedést. Ez érthető arra, hogy például nem jól fognak a fékek, kicsit szorulnak, kerékacsapágyak rágódnak, a gumiabroncsok nem megfelelők, a futómű nincs jól beállítva, ez mind-mind-mind görülési ellenálláshoz vezet, ami igazából növeli a fogyasztást. Mennyire játszik szerepet a gumiabroncsoknak a típusa, minősége, keménysége a fogyasztásban? Először is, amikor gumiabroncsot választunk, akkor majdnem minden gumiabroncsnál föl vannak tüntetve bizonyos értékek. Ezt értem arra, hogy például mennyire energiatakarékos a gumi. Ez a különböző osztályokban van sorolva. A, B, C, D, E, F. Az ABC-ben minél hátrébb végez az a betű, annál jobban inkább nem energiatakarékos az a gumi. És mennyire függ ez össze a kerekeknek a tapadásával? Igazából azért kik vannak kísérletezve ezek a gumik. Az tény és való, hogy amelyik gumi nagyon jól tapad, azért ott az megnövekszik a fogyasztás is. Ez tény és való. Mennyire számít a keréknyomás? A keréknyomás nem csak a üzemanyagfogyasztás befolyásolja, hanem a gumiabroncs élettartalmát is. És a tapadást? A tapadást is. Általában úgy szokták csinálni, hogy kevesebbet fogyasszon egy autó, kb. 0,3-0,4 bárral magasabbra nyomják a nyomást az előírtnél, de ez még nem veszélyezteti például a tapadást. Hogyha már választunk autót, akkor melyik a gazdaságosabb, a benzines vagy a dízel üzemanyagú? Ez igazából mindig a használattól függ. Tehát ha valaki nem sok kilométert megy, akkor általában egy benzines autó gazdaságosabb, évekre lebontva. Ezt úgy értem, hogy egy dízel autó azért általában drágább a bekerülési ára, és általában drágább a szervizelése is. Ha nem megyünk olyan sokat vele, akkor érdemesebb egy középkategóriás benzines autót venni, mert az a bekerülési ára is olcsóbb, meg annak a szervizelése is. Amikor kiválasztjuk a leendő autónkat, akkor mennyire kell odafigyelni arra, hogy a kaszni és a motor mérete egyensúlyban legyen? Igazából nem is a motor méretétől függ, hanem a motornak a teljesítményétől. Hogy már vannak már 1-2-es motorok is, nagyobb autókba, de azok vannak turbóval szerelve, amik azért nagyobb teljesítményt adnak le. Igazából meg kell találni azt az arany középutat, hogy a kaszni méretéhez azért egy olyan motor kerüljön bele, ami azt úgymondán vígan viszi. Mert akkor egy kis motor azért az erőlködik egy nagy súly alatt. Ezért és többet is fogyaszt. Így van, többet is fogyaszt. A mostani újabb autóknál már nagy divat a start-stop rendszer. Ez állítólag megtakarít üzemanyagot, de jelentkeznek ezzel többletköltségek mondjuk a szervizelésnél?
A startup rendszerek azok nagyon jó dolgok, tényleg. Üzemanyag megtakarítást lehet vele elérni, és a másik dolog a környezetvédelmet nagyban védi, mert a álló autók a lámpáknál nem pöfögnek. Erre vannak különböző számítások, amik be is bizonyították, hogy a startup rendszerre látott autók azért jelentősen kevesebbet fogyasztanak. Az akkumulátoruk a startup rendszerre látott autóknak, azoknak kicsit másabb, mint a hagyományos akkumulátorok, annak a költsége azért az kicsivel nagyobb. Üzemanyagtakarékosság szempontjából nagyon divatosak most már a hibrid autók. Mennyire jók ezek? A hibrid autók elvileg elektromos árammal is mennek, meg a beépített motornak ugye megfelelő üzemanyaggal. Energiatakarékosak, ez tény és való, de azért elég bonyolult rendszerek a hibrid autók, aminek a javítása során ott azért elég komoly költségek merülnek fel. Majdnem minden járműgyártó, főleg ahol motorokat is gyártanak, folyamatosan kísérleteznek azzal, hogy minél kevesebb üzemanyagot fogyasszanak az ő általuk előállított autók. Erre van egy jó néhány példa, nem teljes terhelésnél kikapcsolnak például a hengereket, akkor részlegesen kapcsolják ki, akkor a generátorokhoz szabadon futókat tesznek be, amikor nem kell például tölteni az akkumulátort, akkor üresbe fut, tehát nem terhelődik a generátor teljesítménye a motornak a teljesítményébe. Mit hoztál nekünk, Inga? Egy Suzuki SX4-es Cross gépet hoztam, 1.6-os motorral, dízeles, 6 fokozatú és 120 lóerővel ellátott kis gépet hoztam. Aki eddig szerette a Suzuki-kat, az nem fog csalódni ebben a gépben sem, mert egy nagyon jól összerakott, könnyedén veszi az akadályokat, négy kerék meghajtású, ami adott esetben nagyon jól tud jönni. Tehát aki szerette, az ezután is szeretni fogja, aki idegenkedett a Suzuki-tól, annak nem fog tetszeni. Próbáljuk ki. Próbáljuk ki. A Suzuki SX4-es Cross az esztergomi autógyár jelenlegi leginnovatívabb terméke. Bár nevében ott van a kisebb testvér, az SX4 jelzése, sok köze nincs hozzá. Az S-Cross árában ott kezdődik, ahol az SX4 végződik, és a különbség nem csak az árban mérhető. Hossza 15 cm-rel, tengelytávja 10 cm-rel nagyobb, amely az SX4-jel szemben elfogadható lábteret eredményez. Az S-Cross csak 1 cm-rel szélesebb névrokonánál, viszont az ügyes tervezés miatt az autó beltere mégis tágasabbnak tűnik. Bár ezt a modellt is a madivatos crossoverek közé sorolják, inkább családi autónak való, mint terepre. Szabad hasmagassága ugyanis mindössze 170 mm, ami a korábbi adásunkban tesztelt Dacia Dusternél kerek 4 centivel kevesebb, így még egy komolyabb járdaszegélyre sem merünk bátrabban felhajtani, mint bármely alsó középkategóriájú átlagos személyautóval. Csomagtere alaphelyzetben 130 liter, mely a hátsó ülések ledöntésével 1269 literre bővíthető. Az S-Cross külső dizájnjában is eltér a tyúkanyú formájú SX4-től. Az orra motorház fedelének íve leginkább a Chrysler PT Cruiserre, a feneke pedig a Hyundai X35-re emlékeztet. 18 féle felszereltséggel kínálják, a motorválaszték viszont mindössze egy 1.6-os benzines és egy szintén 1.6-os dízel hajtóműre korlátozódik. Természetesen, ha már kis terepjáróként árulják, a hajtáslánc választékában nem csak az első kerekes, hanem a 4 kerék meghajtású verzió is megtalálható. A benzines első kerekes modell alapára 4.980.000 forint, 1 millióval adják drágábban a prémium felszereltséget 4 kerék meghajtással. A legolcsóbb 2 kerék meghajtású dízel 5.780.000 forint, a 4 kerekes magas felszereltségű Elegance 7.600.000 forintba kerül. Ehhez 300.000 forintért rendelhetünk napfénytetőt is. Az S-Cross nem gyorsulási versenyre tervezték. A benzines 11, a dízeles 13 másodperc alatt érje el a 100-at. Előbbi fogyasztása vegyes üzemmódban a gyári adatok szerint 5,5 liter, a dízelé 1 literrel kevesebb. Kb. Mióta egy 10 perce vagyunk úton ezzel a S-Cross-szal?
és még nem találtam hibát rajta. Mit szólsz, Kinga? Megdöbbenve konstatálom ezt a tényt, hogy nem kötöttél bele se a lábtérbe, se abba, hogy zörögne az autó, tehát boldogság füleimnek, hogy nem mondasz semmit. És itt kedvesem sztorizgatsz. De tényleg nincs vele semmi probléma a lábtér széltében. Nagyon jó. Jobb oldalon például el se érem az ajtót, mert itt rögtön egy olyan zseb van, ami a üdítőspalasznak való, tehát hogyha nincs semmi, akkor abszolút nem érem el. Bal oldalon pedig a középkonzol olyan szögben van, hogy nem zavaró, nem bántja a térdemet, mint a Duster. Emlékszel? Igen. Azt elmondom, hogy kékzöld volt a térdem másnap. Nekem meg nagyon fáj. Elmentem futni, és szabályosan mindenem, mindkét térd izületem rettenetesen fájt. Tehát elég maradandó élmény volt az a Dusterben. Belülről elég spártai ez az autó, viszont azért terepen baromi jól teljesített. És ez ahogy most megyünk, nagyon gödös utakon, hozzá kell tennem, nagyon szépen finoman megy. Mert lehetne egy picit a futóművel picit finomabb. Uh-huh. Tehát mondjuk most rendesen feltúrták Budapestet, és rengeteg kátyú van, némelyiket lehetetlenség kikerülni, de egyelőre nagyon jól. Nem, azért nem bántóan kemény a futóművel, valószínűleg határozott, majd megnézzük a szlalomnál, de menet közben azért nem érzem azt, hogy szétrázná az agyamat, mint egy koreai társa, amit kipróbáltunk egyszer, és ez nagyon rossz volt. Ez egy kis finom. Jó kis anyagok vannak benne. Nagyon egyszerű. Aha. Puritánnak mondható, de mégsem, mert földobják egy-egy ilyen műanyag dekorelemmel a műszerfalat is. De aki kétféle típusú ember van, szerintem, aki nagyon imádja ezt a kocsit, és aki nem nagyon tud vele mit kezdeni, tehát aki Suzuki párti, az biztos, hogy szeretni fogja ezt a Suzuki S-Cross-t, mert egy nagyon jól összerakott gép, és azt teszteltük korábban a Dacia Dustert, és mondjuk ahhoz képest, érdekes nekem, ahhoz képest ez jobban tetszik. Igen. De valószínűleg, hogy csak azért, mert valószínűleg, hogy azért tetszik jobban, mert nem megy szét a térdem attól a baloldali hangfal konzoltól, ami teljesen lila és kék volt tőle a térdem. Nem, de hát azért tegyük hozzá, hogy a beltér az minőségileg egy másik kategória, de ezt az nagyon puritán volt. Az igaz. Tehát komfortban ez az egész más történet. Igaz, hogy árban is. Kényelm szempontjából ugye neked az ülés, kartámasz, kormány, az elsődleges, vegyük sorra. Kormány. Nagyon tetszik, jó pofa a kormánynak a formája. Egy picit régi mód, mert itt ilyen hármas kapocs található a kormányon, amivel fel tudjuk venni a telefont. Bluetooth-on keresztül rá lehet kapcsolódni a navigáció, vagy a kihangosítóra. Tehát a formája a kormánynak nekem nagyon tetszik. A váltó... magánmakány darab egyébként, olyan combos, nem olyan kis, pici, régies. Igen. Olyan Suzuki-hoz illő, és minden gombot könnyedén el tud érni vele a sofőr. A váltó, az pici, nem mondom, hogy ropog, de neki kell feszülni. Aha. Tehát nem az a pöckölös típus, aha, hanem picit jobban. Meg lehet is hallani, tehát nem az a sima meghajtás. Egyébként az első kerék meghajtás, vagy négykerekes? Négykerekes. Oh. És ezt külön kell kapcsolni, vagy automatikusan? Igen, van egy grip control a középső, a váltó mögött található egy... Aha, látom, van egy olyan, hogy snow, és havas, sport. Négy fokozata van a lock. A lockot az terepen érdemes bekapcsolni, tehát hogyha meg akarunk mászni egy bányát, vagy bármihez hasonló helyet. Az autó az hát rendes, ahogy városba szoktunk közlekedni, tehát megfontolt vezetési stílus mellett. Van a sportfokozat, az a dinamikus vezetés, tehát picit sportosan, vagányabban akarunk vezetni, akkor arra ideális, és ilyen egyedik.
Ja, snow. Azaz pedig a csúszós, havas. Könyöktámasz. Könyöktámasz, kényelmes, semmi extra, öblös, tehát nagyon sok minden el tud veszni benne. És mekkora a kesztyűtartó? Mérete az nem rossz, csak az a baj, hogy úgy nyílik le, hogy nem férsz el. Abszolút, teljesen szét kell raknom a térdemet, hogy ki tudjam nyitni a kesztyűtartót. Tágas, csak nagyon nagy az ajtaja. Milyen a belső komfort érzeted? Jók az ülések? Ülések nem rosszak, de nincs az a nagyon komfortos érzete, mint például a Seat Leonnál. Ez nagyon jó volt. Volt, vagy például a Peugeot-kat, gyakorlatilag ott bármelyiket teszteltük, nagyon kényelmesek voltak az ülések. Ez nem rossz, tehát gyakorlatilag rossz, tehát nem lehet azt mondani, hogy kényelmetlen lenne, de lehetne, hogyha már 7 milliót, 8 milliót fizetünk egy Suzuki-ért, akkor lehetne egy kicsit kényelmesebb műbőrülés található benne. 8 millióért azért legyen ember benne. Egy kicsit rövid az ülőfelület, és oldaltartása van ugyan, de vagy én hisztem az elmúlt egy hónapban, vagy ezt nem tervezték átlagos méretű emberekre, nekem szűk a hátamnak, tehát konkrétan érzem, hogy mind a két oldalról nyom nem támaszt, hanem kicsi. Uh-huh. Milyennek tartod a kezelőszerveket, a gombokat? A kormányon könnyedén el lehet érni, tehát gyakorlatilag nagyon kézre szabott a gomboknak a elhelyezése. Annyi gomb található itt a középső konzol részen is, amennyinek lennie kell, tehát mondjuk azt nem mondhatjuk rá, hogy egy nagyon letisztult, egyszerű felület, mert ahhoz képest sok gomb van rajta. De például a Peugeot 308-est teszteltük korábban, ami az év autója is lett. Ott mondjuk tehát a gomb felületeket azt egy érintőkép kijelzővel oldották meg. Itt nyilván nem tudtak belerakni. Hát, vagy nem akartak, de... Vagy nem akartak. Mindenesetre azért átlátható, nem túl bonyolult problémás a dolog. Könnyedén, tehát pár perc tanulmányozás után hozzá lehet szokni, tehát nem egy bonyolult. De látom, ülésfűtés is van benne. A mai ember nagyon sok kis eszközt hord magával, telefon, zenelejátszókat, tudom, micsodákat, és erre már az autótervező is gondolnak, hogy kialakítják ezeknek a tárlóhelyét. Ez rossz, hogy van elevesztve ebből a szempontból? Gyakorlatilag, amit magunk köré szoktunk tenni, az mondjuk USB-stick, vagy telefonok. Annak a középső részen kialakítottak egy kis tárolóhelyet, ami nagyon praktikus, tehát ott nagyon sok minden elfér. Továbbá a könyöklő részben gyakorlatilag egy ilyen nagyon öblös tároló rekesz is egyben. Tehát csomó mindent be tudunk pakolni. Ami nagyon tetszik az autóban, hogy nem csak az első utasokra gondoltak, hanem a hátulutazókra is. Vízellátás szempontjából nagyon praktikus, hogy a ajtóba külön kis brekeszt alakítottak ki. És de már nem csak egy fél literes, hanem egy literes vagy víz, akár egy másfél literes víz is befér simán. Bizony. Ez nagyon jó. Hosszú úton ez rendkívül jó. És a szemüvegesekre is gondoltak. Igen, ez nagyon praktikus megoldás, hogy akár legyen szó napszemüvegről vagy szemüvegről, kialakítottak egy kis tárolórekeszt, így meg tudjuk óvni a szemüvegeinket a karcolódásoktól. Hátul mekkora a tér egyébként a hátulutazóknak? Mennyi a mozgásterük? Az SX4-hez képest ennek a tengelytárgya 10 cm-vel hosszabb, úgyhogy itt azért lábtér sokkal nagyobbnak tűnik. Is van. És nagyobb is. Tehát aki mondjuk 185 centi vagy akár 2 méteres, az kényelmesen elfér. Azonban a belmagasság az, olyan típusú gépet veszünk, amiben napfénytető is van, az nagyon sokat elvesz a térből, tehát ott előfordulhat, hogy egy 2 méteres kosaras beüti a fejét, de legalább a lába az kényelmesen fog elférni. Akkor itt vagyunk a Magyar Autóklub oktatástechnikai tampáján. Nézzük meg a szlalomozás közben, a szokásos szlalomozás közben, hogy viselkedik a gép. Kapaszkodj! Jó. Picit kapkodni kell a...
kormány után, tehát olyan, mint hogy a csúszna, tök furcsa, de a tapadása az kimondottan, szenzációsan nagyon jó, tehát gyakorlatilag utolsó pillanatban tudok korrigálni a kanyaroknál, és elég biztos tartása is van. Ez meglepő számomra, tehát nem gondoltam, hogy, hogy ennyire jó lesz a tapadása. Na nézzük meg még egyszer. Hát ott is meg, ez is megvan, pedig itt az utolsó pillanatban fordultam le. A második kör után én ezt mondom még mindig, hogy nekem még mindig a Yeti. Még mindig a Yeti? Még mindig a Yeti. Jó, ez is biztonságban megfogja az autót, ez a futómű, nincs ezzel semmi hiba, de jobban megvisel engem, mint utast, tehetetlen tömegként itt a billegés. A Yetibe olyan stabilan ültél, mint egy Dodge-enbe gyakorlatilag, és ennek ellenére nem volt túl kemény a futóműve. Ez kicsit terepjárósabb, ez tény. És folyamatosan mondja a magáét. Mindig. Kapcsold be magad, ne húzd be a kéziféket, ha behúztad, akkor engedd ki. Ami nem tetszik ebbe a gépbe, hogy valahogy a szlalomozás közben a kerekek, mintha nem állnának jól, nem tudom megmagyarázni, nem érzem jól magam, komfortosan magam benne. Uh-huh. Tehát, hogy nem az a lágy, könnyed. De... Kicsit a kocsonyásnak tűnik az egész, nem? Igen, de mindent megcsinál, tehát a utolsó pillanatban tudsz korrigálni, tehát gyakorlatilag bármit kikerül ez a kis gép, de valami nem tetszik. Nem tudom, én egy Yetibe sokkal jobban biztonságban éreztem magam, mint ebben. Látod? Most? Igen, bizonytalan. Bizonytalankodik. És nem értem, hogy miért. Tök fura. Nos, kipróbáltuk a Suzuki SX4-es cross modellt. Milyen az összbenyomásod róla? Összbenyomás a S-crossról kimondottan jó. Meglepődtem, amikor különböző kátyúba mentem bele, véletlenül persze, mert tele van az egész város kátyúkkal, és könnyedén vette az akadályokat. Belül nagyon sok a műanyag alkatrész, de ehhez a típushoz szerintem nem is kell, hogy csili-vili krómozott alkatrészek legyenek benne, teljesen fölösleges. Például a utóbbi hatásunkban tesztelt Dacia Duster, tehát ez egy inkább közelebb állt a terepjáróhoz, ez messze van, tehát ez nagyon távol áll attól. Ez egy családi autónak ideális. Ha a Yetihez hasonlítjuk, akkor viszont az is puritánabb, mint ez, tehát ebbe azért bőven kényelmesebben lehet elférni és megutazni is. Igen, Yetit, amikor teszteltük a Magyar Autóklub vezetés technikai csúszóspályáján, akkor gyakorlatilag így bármit csinálhattunk az autóval, nagyon könnyedén meg lehetett fogni, és onnantól kezdve az volt az autó. Annak viszont a beltere sokkal egyszerűbb volt, ez azért már egy kicsit modernebbnek tűnik. A Peugeot 2008-hoz képest milyennek látod? Az is dízel volt, mind a kettő elég hangos. A 2008-as belseje az nagyon impozáns, tehát a franciák értenek a stílushoz, és nagyon szép belsőt kölcsönöztek a 2008-asnak. A Suzuki S-Cross az egy sokkal letisztultabb, sokkal egyszerűbb belső világot tár elénk, de ehhez a géphez nem is kell, nem is illene más. Árértékarányban milyennek tartod az S-Cross-t? Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hazai piacon mennyire fogja megállni majd a helyét, mert 5 milliótól, tehát a legegyszerűbb alapmodell 5 milliónál kezdődik, és amit most mi tesztelünk, az 7 millió 700 ezer forint, de egészen föl tudjuk tornázni a költségeket 8 millióra is. A Suzuki-ek korábban is csináltak egy, például a Kizesi 9 milliós autót dobtak piacra, nem lett annyira népszerű, nagyon szép kinézetű autó, tehát a Hondát, a Mazdát, tehát különböző elemekből összelopkodták a formavilág, és egy nagyon-nagyon szép autót hoztak össze. Csak piacot nem találtak hozzá. Nem tudom, hogy
Márciusig a S-Crossból 185 darabot adtak el. Tehát valószínűleg, hogy itt a piacot meg fogja találni, 1000 darabot céloztak be az idei évre, de nem tudom, hogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy tudják-e teljesíteni, mert nagyon drága. Hát szerintem, hogyha ebből fogyni fog, akkor inkább a dízel és négykerék meghajtás, ami valóban közelebb áll a terepjáróhoz, mert hogyha kétkerék meghajtású igénye van az embernek, akkor az SX4 is bőven elég, és az jóval olcsóbb. Jóval olcsóbb, hogyha egy picit szebb, meg nagyobb, tágasabb teret szeretnénk, akkor inkább az S-Cross. De az SX4 az is tökéletesen megfelel. Tehát az egy picike kisebb autó, ez egy picit vagányabb és olyan markásabb az orra is a kinézete, tehát olyan kis, már-már a Peugeot-nak a vadmacska stílusát lehet benne felfedezni, de egy kimondottan jó gép, és nagyon sok luxus elemet is belepakolhatunk, ami megnöveli nagyon a komfort érzetünket. Ilyen például a két részletben nyitható tetőablak is. Nagyon jó érzés, amikor úgy tudunk a városba közlekedni, hogy lehajtjuk a tetőablakot, és éppen fürkészszük jó időbe az eget. Autópályán nagyon hangos, tehát gyakorlatilag ott élvezhetetlen is teheti az utazást, mert nem halljuk egymás szavát, de ez egy nagyon jó pofa, ez nekem nagyon tetszik, ez a kis elem. Az autónak van még egy érdekessége, gyakorlatilag távirányító nélkül tudjuk kinyitni az autót, elég, hogyha a test közelünk, tehát a zsebünkbe, táskánkba, vagy bárhol a közelünkbe van. A kulcs? A kulcs, nyilván. Akkor könnyedén ki tudjuk nyitni egy gombnyomással, tehát a kilincsen található egy fekete kis gomb, és hogyha ezt megnyomjuk, akkor kinyitjuk az autót, illetve ugyanígy záródik, tehát megnyomjuk a gombot, akkor meg be is tudjuk zárni a kocsit, és nem kell a táskánkba matagat kutatni a kulcs után. Ami szerintem nagyon praktikus, mert hogyha belegondolunk, elmegyünk hétvégén vásárolni, 5000 zacskó van nálunk, plusz még a táska legmélyén található a kulcs, akkor nagyon könnyű, hogy csak így meg kell nyomni egy gombot az autón. Szóval összességében egy aranyos pofás kis autó, ez családi autónak szerintem teljesen megfelel. Tökéletes. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you, go on. Kári utca, Templom utca kereszteződésénél vagyunk. Nem tűnik túl bonyolultnak, mégis elég veszélyes, sok baleset történik itt. Miért? Igen, ennek egyetlen egy oka van, hogy nem belátható ez az útkereszteződés. Ugye akik erre közlekednek, azok tisztában vannak vele, hogy a Templom utcán van egy stop tábla, ami ugye állja elsőbségadás kötelező jelző tábla, azt jelenti, meg kell állni mindenféleképpen. Azért van kitéve ez a tábla, hogy mivel nem belátható maga az útkereszteződés, ezért fokozott óvatossággal kell megközelíteni, és elsőbséget kell adni azoknak, akik a felsőbbrendű utcakaszon közlekednek. Sajnos elmondható erről az útkereszteződésről, hogy nagyon sok balesetünk származik innen. Az évi statisztikának nagyon nagy számát adják az itt bekövetkezett mind anyagi káros, mind személyisérüléses balesetek, és ez mind-mind a figyelmetlenségnek köszönhető. Az is bonyolítja a helyzetet, hogy elég nagy itt a gyalogos forgalom, és mind a négy irányból zebra van. Igen, ez is egy olyan tényező, ami megnehezítheti ugye az autóvezetőknek az átkelését ennek az útkereszteződésen. Ugye köszönhető ez a piacnak, illetve ennek a környékének nagyon sok a gyalogos, ezért fokozott óvatossággal kell egyébként a gyalogosoknak is átkelni ezen az útkereszteződésen, tehát őnekik is nagyon oda kell figyelni, hogyha ezen a részen közlekednek. Én, mint autóvezető azt tapasztalom, hogy például az a probléma, hogyha az István út felől jövünk a Károly úton, és valaki elindul a zebrán, akkor a szemből, oldalról jövő autósok ezt kihasználják, tehát nem várják meg, hogy nekik legyen aztán előnyük, hanem gondolják, amíg a gyalogos ott bóklászik a zebrán, addig berobbannak a kereszteződésbe, és ezt valamikor mind a három irányból megcsinálják, és akkor már baleset van. Igen, ez is egy elég jellemző életszituáció, sajnos ezzel nem tudunk mit kezdeni, ezért nagyon jó, hogy ilyen helyzetekben fel tudjuk hívni a gépjárművezetők figyelmét arra, hogy fokozott óvatossággal közelítsék meg az útkereszteződést, és igenis tartsák be azokat a szabályokat, ami a KRESZ előír ilyen útkereszteződésekre.
Vendégünk ezúttal Mizsér Attila, kétszeres Európa-bajnok, ötszörös világbajnok és olimpiai bajnok öttusázó, valamint négyszeres magyar bajnok sportlövő, aki 1970-től 1994-ig volt az Újpesti Rózsa, illetve az Újpesti Tornaegylet sportolója. Mizsér Attilát, vagy ahogy sportársai becézik Rizsát, ezúttal is Gyulai Kinga, a Magyar Autóklub lapjának, az Autós Életnek a főszerkesztője várta az Újpesti Oktatástechnikai pályán, és mutatta be annak működését, a sajátosságait. Első és legfontosabb a kormányfogás. Igen. Hogy fogjuk a kormányt? Hogy tanították annak ide? Hát annak idején így tanították, de azóta azt hallottam, hogy most már lehet lejjebb fogni. Lehet, a 10 óra 10 perc volt annó, de... Most 3-4-3-nál fogjuk a kormányt, és ezt nem szabad a vezetéstechnikai csúszós pályán sem elfelejteni. Sokkal könnyebben tudunk korrigálni. Sokkal többet lehet korrigálni. Pontosan, akkor. Többet is lehet korrigálni. Egykezes vezetést azt el kell felejteni, nem szabad. Nem lehet képtelenség egy kézzel korrigálni. 3-4-3. Oda kell szíjezni a kezünket, úgy fogjuk a kormányt. Induljunk. Jó. A bójáknál megállunk, ott előtte vannak a szenzorok, és azok érzékelik az autót, hogy fölgyorsítunk 30-35, maximum 40 km per órás sebességre. Az autónak a fenekét ki fogja dobni valamelyik irányba, és... De az meglepetés, hogy melyik az irány. Meglepetés, az hát a megérzésünkre kell hagyatkozni. Na, majd érezzük. És itt itt lehet érezni a reakcióidőt is, hogy kinek mennyi, milyen gyorsan reagál. Amerre kidobja, ellentétes irányba kell tekerni a kormányt, és meg kell fogni a kocsit. Oké. Tehát ha lehet, akkor ne pördüljünk meg, ez a lényeg. Majd egyszer móka kedvéért kipróbálhatjuk, hogy folyamatosan pörgünk. Aha. Most a cél az, hogy kikerüljük a vízoszlopokat. Jó. Menjünk? Menjünk. Jó. Hát ez most jó megpördült. Akkor lehet látni, mennyire tehetetlen az ember, de pörög. Csúszik, semmit nem lehet tenni. Viszont nagyon jól csináltad, hogy jobbra tekerted a kormányt, lehet egy picit gyorsabban. Aha. Tehát, ahogy nagyot kidobja, lökött. Nagyon, igen. Hát ekkorát még nem sikerült, tehát ilyen téli utakon, meg vizes utakon azért ekkorát még nem volt szerencsém soha. Igen, az autóklub pályáján az a legjobb, hogy ki tudjuk próbálni magunkat, mi lenne, ha. Aha. Tehát, hogyha neten megcsúsznánk csúszós útfelületen, és már fel tudunk készülni, aha, el tudjuk kerülni az esetleges baleseteket. Hát ez biztos, hogy hasznos lenne egyébként minden autósnak így. Igen. Első benyomásaim alapján. Menjünk? Mehetünk. 30-40-re fölgyorsítunk. Balra tekerjük a kormányt. Megmutattam, hogy... Jó. Se helycsere akkor? Helycsere, igen. Oké. Okay. Gyakorlatilag itt minden a reakcióidő múlik, tehát hogy minél gyorsabban reagáljunk a rántópadra. De igazából, tehát első alkalommal vagy? Első, soha nem voltam ilyen. Akkor megyünk. Gyakorló pályán. 30-ra fölgyorsulunk. Hát ez necces volt, de... nagyon gyorsan kell tekerni, gyorsan kell reagálni, és gyakorlatilag azon dől el minden. Hogyha nem tudjuk megfogni a kocsit, akkor... Bátran, nagyon gyorsan, bátran, ha kell, akkor a végső akadásig. Pontosan, tehát... Akkor ebben nem leszek annyira szívbajos, idézőjelbe téve. Nem, nyugodtan. Ez egy szép 360-as volt. De jó volt, szép volt. Két kéz.
balra. Majdnem. Ilyenkor van egy fázis, amikor hihetetlen, hogy mennyire egyszerűen teljes tehetetlenség. Igen. Tehát a totális tehetetlenség. Csúszunk, amerre megyünk, és nem tudunk semmit se tenni. Igen, tehát így gyakorlatilag el is dobhatjuk a kormányt. Hát ez akkor, amikor így pont oldalt, menetiránynak oldalt, hát az a legrosszabb érzés az egészben. Igen. Mert akkor van az, hogy akkor tényleg azt se a kormánnyal nem tudok csinálni, hiába fékezek, mert ugye nem a menetirányba forog a kerék, tehát nem lassítok vele semmit. Uh-huh. Igen, hát az első pillanatok a kulcsfontosságban. Na, most megcsináljuk. Balra. Jó lesz? Most gyorsan jobbra. Jobbra. Megvan. Mondtam. Sikerült. Éreztem. Eldobtam mindent, nem akartam semmit csinálni, csak rábíztam magam az ösztöneimre, tehát ezt próbáltam mondani, de te korábban azt mondtad, Kinga, ugye, hogy érezni kell, vagy nem tudom, milyen kifejezést használtál. Hát meg a tapasztalat, de a tapasztalat az biztos, hogy számít. Ezzel egyetértek, hogy minden fejben dől el. Tehát, hogy elhatározza az ember, hogy sikerülni fog, meg tudja csinálni, akkor menni is fog. Igen, csak itt az volt az az érdekes, hogy tehát azon kaptam rajta magam, hogy mindig akarom figyelni, hogy merre lök ki. Most nem akartam figyelni, hogy merre lök ki. Értem. Nem tudom, tehát nem tudom jobban elmagyarázni, és sajnos lehet, hogy ez így nehezen megy át, nem tudom. Na nézzük, hogy ezek után most itt mi lesz. Menjünk csak. Ugye? Most nagyon akartad. Nem akartam semmit, tehát hasonló volt, de attól még megtörténhet az, hogy az ember nem tudja. Arra figyeljünk, tehát hogy... görcsösen akarni biztos, hogy nem szabad. Nem. Az nem szabad, az... Esetleg egy cipőben. Dobjam ki ott a víz közepén? Igen, a sportolóknál rendszeresen szokták mondani, hogy el kell engedni a vágyat, az akaratot, és fejben kell eldönteni. Balra, jobbra tettem. És tessék, lám. Kinga, milyen érzés volt egy ötszörös világbajnok, kétszeres Európa-bajnok és olimpiai bajnok öttusázó mellett ülni? Hát nincs is rá szó. Hát egyrészt nagyon megtiszteltető érzés, és hamar sikerült. Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy az összes sportolónak ez benne van a vérében, hogyha a fejben mindent el tudnak dönteni, és úgy állnak hozzá, hogy ezt meg tudom csinálni, akkor könnyedén veszik az akadályokat. Most is gyakorlatilag a 5.-6. próbálkozásra sikerült megfogni a gépet, és gyakorlatilag beszélgettünk róla, hogy nem volt korábban vezetéstechnikai csúszós pályán, tehát ez egy teljesen más, vagy eddig szokatlan, vagy nem ismert terület volt a számára, és ahhoz képest nagyon-nagyon jól teljesített. Gyakorlatilag a reakcióidőn múlik minden, hogyha ha gyorsan meg tudjuk fogni a gépet, akkor könnyedén tudjuk teljesíteni a pályát. Meglepő volt ez a rántópad? Na, nagyon. Hát szóval közutakon ilyet én nem éreztem, még 31 néhány éve vezetek, és volt már persze olyan, mert télen, meg vizes úton ősszel az ember közlekedik, akkor előfordulhat olyan, hogy megcsúszik az autó, de hát olyan, hogy másodpercekig tehetetlenül pörgök és megyek előre, tehát egyfelől marha jó, hogy ilyen körülmények között olyan, mint a Vidámpark, de hogy belegondolni, hogy ez előfordulhat adott esetben, hogyha egy ilyen, mondjuk egy ilyen 30-40 méteren keresztül tényleg lefagy az úttest, és akkor ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet az autós, hát szóval megdöbbentő is volt, amellett, hogy jó játék is volt így ilyen körülmények között. Ön elszánt vagy, 1985-ben Melbourne-ben féltávon beleragadt a sárba a félcipőd, és te úgy lettél világbajnok, hogy mezitláb futottad, fél mezitláb gyakorlatilag végig a távot. Valami meg tud téged állítani? Hát én is csak emberből vagyok, tehát ez nem azt jelenti, hogy én mindig mindenben sikeres vagyok. Hát itt is hányszor megpördültem, ugye 360-as piruettig is eljutottam, tehát a korcsolya pontozók azok biztos, hogy jobban értékelték volna, mint itt a közlekedés biztonságtól.
Nem tudom, egy a lényeg, hogy az ember, én azt vallom ma is az üzleti életben, meg annak idején sportolók, hogy adott egy helyzet, abból a lehető legtöbbet ki kell hozni, aztán annak milyen kritériumai vannak, hogy az ember mennyire felkészült azokban a dolgokban, az egy másik kérdés. Hát ebbe itt kevésbé voltam felkészült, mint annak idején Melbourne-ben a futással kapcsolatban, ugye, és az ötös a versenyzéssel kapcsolatban. Ez a kulcs szerintem, hogy azt kell nézni, ami van, és abból kihozni a lehető legtöbbet, és erre kell törekedni. Milyen szerepet játszik az életedben az autó? Nagy a család, úgy tudom. Nagy a család, igen, és minden nap vezetek. Tehát azzal járok a munkába. A napot azzal kezdem, hogy a márkfiamat elviszem az iskolába, autóval, bemegyek a munkahelyemre. Délután rendszerint én megyek a márkért, amikor végez az edzéssel. Napközben az Edina megoldja az egyéb fuvarokat, óvodába, kislányunkat, stb. Tehát naponta használom az autót, és szeretek is vezetni egyébként. Hát Kingát hallgatva talán nem is vagyok teljesen ügyetlen. Én nem tudtam megítélni, hogy az 5.-6.-ra megfogom az autót, ezt most nem tudom hova tenni. Itt a tréningek azok fél napig tartanak, és ez a legnehezebb része a vége a tréningnek, amikor megpörgeti az autót a rántópad. Neked pedig elsőre azért sikerült, már úgy értem, hogy első próbálkozásra. Hát igen, mondjuk az a sportolói véna azért ebbe, akkor kezdjük mindjárt a legnehezebbel, és oldjuk meg. Hát. A gyermekeid közül néhány már felnőtt, őket már megtanította valaki vezetni, vagy esetleg te? Nem, a három nagy lányom van, akik már felnőtt korúak, tehát 20 vagy idősebbek. Az egyikük tud vezetni, egyiküknek van csak jogosítványuk. Hát és ahogy mondtam, Edina a feleségem vezet, úgyhogy most hárman vagyunk a családban, akik így volán mögött is szoktunk létezni és élni. Sok autód volt már eddig? Nem olyan sok, tehát most így visszagondolva, hát össze tudnám számolni, a két kezem biztos elég rá, ugye 32 éve vezetek, 6-8 körül lehet, most hadd ne számoljam össze, de átlag 3-4-5 évig volt egy-egy autóm. Tehát. Van kedvenc márkád? Amiket használtam, azok közül a kis Mazdát azt nagyon szerettem, amit persze kinőtt aztán a család, a 323-as, azt nagyon szerettem vezetni. Állati, nagyon jó volt a kormány, az nagyon japán kocsikban ez a tapasztalat, és ezt mondják mások is. Azt én nagyon szerettem, hogy olyan könnyen lehet a kormánnyal bánni. De én szerettem a Lada Samarát is, hogy kicsit visszamenjek az időbe. Meg szeretem, most egy Volkswagen Turanom van a bank jóvoltából, ez a munkahelyi dolgaimhoz kell, tehát ez egy céges autó, amit most használok, ezt nagyon szeretem, két okból, egy, belefér az egész család, kettő, hosszú utat is elég jól tudok benne, tehát 400-500 kilométert levezetni nem probléma, hogy az autóülés az nagyon sokat számít. Most a banki szférában dolgozol, itt találtad meg a számításodat, az életed célját, nem hiányzik az öttusa? Hát az öttusa egyfelől persze hiányzik. Csinálni már nem akarnám, ahhoz már egy kicsit idős vagyok. Amikor tehetem, kimegyek versenyekre, tehát így módon nagyon laza már a kapcsolatom, meg sajtóban, médiában figyelem, hogy mi van az öttusa háztáján, mi történik, tehát napra kész vagyok nagyjából, hogy mi történik a sportágban. Hát hiányzik a millió, de hát azért egy évben 3-4-5-6 alkalom legalább van, amikor így összejön a régi válogatott kerettagok, akik a 80-as években sokat utaztunk és versenyeztünk együtt. Úgyhogy azért van erre mód, hogy itt találkozzunk és tudjunk egymásról, hogy kivel mi van. Most, hogy már túl vagyunk a pörgéseken és picit lejjebb csöngött az adrenalin, hogy érzed, hogy profitáltál a mai napból? Igen, tehát ezt a döbbenetes élményt egyébként szerintem mindenkinek érdemes lenne legalább egyszer kipróbálni. Tehát, hogy biztos, hogy akkor kevesebb lenne a gyorshajtó az utakon, különösen amikor leesik az eső, stb., és nyilván akkor kevesebb baleset lenne. Tehát ez, ahogy itt megtanultam, kilincsel előre, amikor oldalt megyünk a menetiránynak, hát ez félelmetes érzés. Tehát az tehetetlen vagyok. Nagyon rossz érzés volt. Mennyire takarékos a gázüzemi autó használata? Most nem ezt kérdezted, nem ezt beszéltük. Akkor mit beszéltük? Azt kérdeztük, hogy érdemes-e tejíteni. Jó. Kötözködsz? Nyelvzett vágom. Plusz. Ne szólj bele.
És mekkora a csomag? Csomagtartó? Mi az? Kesztyűtartó? Nem húzol a csőbe. Belenyúlok, aztán megint fékezel egyet, mint a múltkor. Ezt eltűntem, de régi. Jó.